A műsort a Samsung Galaxy támogatja. Játékosoktól játékosoknak. Az istenes támogatója az Univet. Nem hiszel férfinői barátságban? Nem. Extrákkal igen. Nincs egy fiú barátod se? Vagy én akartam annó többet, vagy a srác akart többet. Miért ne lehetne? Miért nem működhetne? Gondoljatok, tehát hogy gondoljatok már végig. Intelligencia kérdése szerintem nem. Jóban maradni. Viszont, hogyha jön egy következő pár, ezt saját tapasztalatomból mondom, akkor biztos vagyok benne, legalábbis Zsoltit, zavarta az, hogy én beszélgetek egyáltalán a bolt pasimmal. Melyik a legextrémebb hely, ahol valaha szexeltetek? A Magyar Tudományos Akadémia előtt a parkolóban fényes nappal. Micsoda! Fényes nappal? Mert te csak sötétben szoktad megkívánni a párodat? Ezért szakítottatok, elmondom neked. Közben így emberek jöttek, mentek? Hát én nem figyeltem, hogy jönnek, vagy nem. Nem, nem csinálják meg. Tudod, az ablaknál így tudod, már álltad, videóztak, hogy minden. Nem került ki sehova. Ő minden kizárva. Szevasztok gyerekek, ez itt az istenest, hello! Micsoda hangulat, te jó Isten! Ahogy az előző részben ígértem nektek, ma kitelepülünk, itt vagyunk a Burger Kingben, és hát ez is egy mérföldkő ismét az istenes történetében, ugyanis most először lehet egy jegyeket venni a műsorra, és gyerekek, köszi szépen nektek, egy nap alatt elkapkodtátok a jegyeket, amiért óriási hála, úgyhogy tapsoljátok meg magatokat, köszi nektek! Na nézzük akkor, hogy kik a vendégek, akiknek még szépen befinisselem a kedvenc kis burgerüket. Azt mondja, hogy van itt nekünk egy Whopper szendvicsünk, ez a cserfes, szókimondó influenceré, akit nagyon sok tévéműsorban láthattatok már, jelen pillanatban a nyerőpárosban szerepel a párjával. Itt van velünk Megyeri Csilla! Van egy vegán is a csapatban, úgyhogy készítek egy plant-based Whoppert is. Sejtitek már szerintem, hogy kiről van szó, akinek bérelt helye van, nem csak az életemben, de a műsorban is. Itt van velünk egyenesen a Dancing with the Stars parkettjéről Csobot Adél! Két sajti majti jön még erre az extra long chili cheese burgerre, ez pedig a digitális tartalomkészítője, a népszerű youtuberé, aki nem más, mint Dezső Bence! Kész vannak a burgerek, babykém, indítsd a beatet! Jövök! Azaz! Szevasztok! Bam! Isten, te más így közönség előtt, de nagyon szeretem! Nyugodtan! Egyetek bele egyébként nyugodtan! Igen! Figyeljátok, itt minden van! Azért nézzétek meg, biztos, hogy nincs benne semmi különleges dolog? Ami nagyon csípős, vagy valami nagyon durva? Ami meglepi is került bele! Mennyire utáz? Nem, egyébként nincs benne semmi durva semmi. Dolog. Biztos, hogy nincs. Nyugodtan kóstoljátok meg, tényleg. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Mondom itt azért még egyszer, meg köszöntöm azokat is, akik otthonról néznek bennünket. Izgi kis témákkal készültem, illetve megkértem a nézőket, hogy írjanak kérdéseket. És ez azért izgalmas mindig, ugye, hogy ők írnak kérdéseket, mert hogy név nélkül történik, és kifejezetten kértem őket, hogy pikáns dolgokat írjanak. Olyanokat írjanak. Amiket te nem mersz megkérdezni. Amiket én nem merek megkérdezni, pedig igazából azok érdekelnek igazán. Ugye próbáltam őket stuffolni, remélem, hogy ezt megfogadták. Nem sokára beszedjük ezeket a cetliket a közben, és eszetekbe jut még valami, írjátok meg, mert válaszolni fogunk ezekre. Tutira pár embernek már a fülébe súgta, hogy mi legyen a kérdés. Konkrét kérdés. Ennyire szemétlen néztek? Kivágja meg, te fogsz. Én vágom hát meg, igen. Na jól van, akkor téged kell keresni. Igen. Van egy nyereményjátékunk, még elmondom gyorsan, amíg az utolsó falatokat megeszitek. Ne felejtsétek el, hogy nyerhettek egy Samsung Galaxy S22 Ultrát. A feladat a következő. Egy maximum egy perces
istenes promót kell vágnotok, felvennetek, kitalálnotok, legyen bármiről is szó, tehát nem fontos azokból a részekből valamit összevágni, amik már fenn vannak a YouTube-on, akár saját tartalmat is forgathatok. Aki ezt megteszi, az megnyeri egyrészről ezt a Samsung telefont, másrészről pedig dolgozhat velünk itt az istenes csapatában, és tudom, hogy ezt nagyon sokan szeretnék, és az előző adásban is elmondtam, hogy nyugodtan profi tartalom készítők is lepjenek minket meg egy-két videóval egyébként a héten. Egy-két simán jó lenne, igen, egy jó kis egyperces kis promó, valami kreatív történet, be fogunk mutatni néhányat itt az adásban, egyébként már jött is rögtön az első két hétben egy-két videó, egyébként tök aranyosak. Van, ami ilyen cuki inkább, de van, ami meg egész ötletes és jól meg van csinálva. Az mekkora sztori lenne, behívtak vendégnek, azt azóta ott dolgozom, és tudod, már egy év eltelt. Megtetszett, hogy itt maradtam. Igen. Na ki hogy van? Hogy vagytok? Azért izgalmas időszakban vagytok. Én most rólatok pontosan tudom, mert nagyon szem előtt vagytok. Dancing például, igen, Adél. Örülök, hogy legalább itt találkozunk, ha már otthon nem. Non-stop próbál. Egyébként a barátaim mondták, hogy azért nézzük meg az első adásban, hogy mennyire lesz ügyes, mert ennyit ember nem próbál, tehát lehet, hogy valahol azt máshol mondja, van. Tehát, és kiderül, hogy éjjel-nappal próbál, és mondtad, így lépegetett volna. Mondom, bébé, egy kicsit gyanús nekem. Hol jártál, kivel jártál te az elmúlt hónapokban? Hál' Istennek. De sajnos rácáfoltál. Vagyis nem sajnos, hál' Istennek rácáfoltál. Igen. Hát én nagyon jól vagyok, nagyon élem ezt az egészet. Jó volt egyébként, bébé, az van, hogy én nyilván ismerlek, tudom, hogy milyen a mozgásod. Én annyira erre számítottam, hogy tényleg így. Ez milyen kétértelmű volt, hogy tudom, hogy milyen valaki a mozgás. Kuncogott, azért nevettem, valaki kuncogott. Nagyon. Igen, igen. De az van, hogy én tényleg nagyon élveztem, és egyszerűen... És gyakorlatilag az első adásban meg is nyertem. Persze, de hogy tehát is, úristen. Tehát azt érzem, hogy vagy te itt, és utána valahogy így jönnek a többiek. Nem, nem, nem szakadék. De. Vagy nem elfogult vagy, nagyon én nem elfogult vagy. Elfogult is vagyok biztos, de azért tényleg az van, hogy ti annyival jobbak vagytok, mint a többiek. És annyi meló van benne. Nagyon sok. De a többiekben is, bocsánat, nem, hogy megsértő, hogy nem. Tehát látom, hogy mindenki rengeteg munkát tett bele. Nagyon sok melója van mindenkinek. Csak tudod, hát most olyan, mint hogy én elkezdenék táncolni, én voltam egyébként ebben a műsorban már, még az RTL-en ment verzió, és tudom, hogy mennyi... Ennyi a célzás. Persze, ez egy tök új formátum. Ez nem ugyanaz. Na, a lényeg az, hogy én tudom, hogy mennyi meló van benne, de szerintem a rajtatok kívül mindenki más úgy táncol, mint én. Tehát, hogy mennyit tudod, hogy vannak, akik ügyesebbek, vannak, akik kevésbé. Ti olyanok vagytok, mint hogy a két versenytáncos állna ott konkrétan. Nem. Tehát, hogy megvan de. Köztük a kémia, nem? Egyébként te nem vagy féltékeny, de őszintén nem vagy féltékeny. Az elején bementem, életveszélyesen megfenyegettem. Nem csak őt, hanem az egész családját és a barátait is. Aha, igen. Azóta egész nyugodt a csávó. Valamennyire össze kell csiszolódni, össze kell hangolódni, meg működnie kell a kémiának. De tartottál tőle, hogy nem lesz meg a kémia? Hát figyelj, igazán nem tudod, hogy kit kapsz partneretként. De tartottál tőle. És tartottam igen. Tőle, igen. Például büdös lesz mindig azt mondom. Nem. Csak ne legyen nem, büdös. Nem így mondtam, úgy fogalmaztam amúgy, hogy... Nem. Nem mondtam, hogy büdös, én max büdit mondtam. Tényleg mindig azt mondtam a Bencek is otthon, hogy csak szeretném magam jól érezni mellette. Szeretném azt, hogyha nem zavarna az illata, szeretném, hogyha jó illatú lenne. Tényleg, tehát én egyszer azt éreztem, hogy tudod, itt mozdulatok vannak, itt hozzáérsz, itt. Hát egy a szájába de tényleg, konkrétan. Összeér a kezed, összeér a lábatok. Tehát, hogy most bocsánat, hogy ezt mondod, nagyon köszönöm, hogy hívtatok, egyre dühösebb. De tényleg, és annak viszont jónak kell lenni, amikor ezt csinálod, amikor eljátszod, hogy ránézel, hogy megsimogatod. Akkor azt akarod érezni, hogy hát ez nem kellemetlen. Azt mondta, nem itt leszünk végig, tehát fog mi hazamenni, leszünk mi ketten. Most felhúzhatsz, nyugodt maradok. Szóval, igen, Bence, válaszolva a kérdés, nagyon tartottam tőle, de hál' Istennek nem történt. Meg aztán, amit ott tartom. Jaj, ezt kérdezte, bocsánat, azt mondom, hogy a féltékenységet kérdezte. Igen. Ezt kérdezte, igen, és így mit kérdeztem? Igen, tényleg. Ügyesek voltatok, egyébként nagyon büszke voltam rá, tényleg. Köszönjük. Csilla! Menjünk tényleg. Mi nagyon-nagyon élveztük egyébként a nyerőpáros forgatását, minden nap ott ülünk, remélem most is időben végzünk, mert szeretném mondani, nézni. Az első kérdés az volt, figyelj, amúgy tényleg végzünk időben, csak haza kell nyerőpáros. És tényleg ti nyeritek, mert hogy ezt írta ki már megint a Baukó Éva. Tehát, ti nyeritek, meg azt írta ki? Igen, nem normális, szerencsétlen. Jó, azt belevágd, mert megint elő fog venni. Nem, ezt mindenképp kiveszel. Véletlen, csak benne marad. Megvan a bulvár erre a hétre.
haza is mehetünk. Nem volt istenes promóciója. Igen. Szóval igen, mi nagyon élveztük. Bírtátok egyébként? Tényleg? Tehát mi is voltunk ugye nyerőben, tehát tudom, hogy azért kemény meló, tehát ott sokat forgattok, olyanok a játékok. Hát igen, konkrétan 7:30-kor keltettek, és volt, hogy hajnal 1-2-ig forgattunk. Meg azért kizökkent, nem szabad erről sem beszélni. Mert én arra gondolok, hogy azért kizökkent, tehát ott olyankor olyan buborékban vagy, hogy hirtelen elkezdett tényleg azt a valóságodnak tekinteni, azt abszolút a műsort, és azért viszont... az nagyon izgalmas, olyan érdekes dolgokat hoz ki belőled is, igen, kapcsolatodból is. A mi párkapcsolatunkra a Zsoltival nagyon-nagyon jó hatással volt, mert mi a hétköznapokban nagyon kevés időt töltünk együtt. Tehát a minőségi idő konkrétan úgy nagyjából a hétvégékre redukálódott le, vagy még arra sem, és mi ott tényleg így tök jó dolgokat váltottunk egymásból, tehát a mi párkapcsolatunkra extra jó hatása volt, nagyon kellett. De mi szexuálisan, vagy hogyan? Mindenhogyan is. Tényleg tök sok mindent elárul a párkapcsolatunkról, meg valahol önfejlesztés is, párterápia is, tehát olyan tényleg összetett. Igen, ez kívülről így viccesnek hangozhat ez, hogy olyan párterápiaként hat a nyerőpárosok, nem tudom, a pároknak az életére, de közben meg valahol mégis. Visszanézni még inkább izgalmas, mert én nem voltam ott az interjúszobában, amikor ja, valaki lepincsi kutyázott, meg nem tudom ki a világ szépe, tehát hogy így tényleg izgi ezeket látni. Aha. Tehát látom, hogy egy-két emberke képben van ezzel. Tehát, hogy én a nem tudom, kire akarok hasonlítani, mert hát ő tényleg a világ egyetem legszebb nője. Az? Én nem láttam most, amiről beszélsz. Nem is ez volt a lényeg, csak én utálom azt, amikor a pofámba vigyorognak, mosolyognak, cukiskodnak, a hátam mögött meg kibeszélnek. Tehát, hogy ez a világ leggörényebb, patkányabb dolga. Bocs. Na jól van, lapozzunk, mi a mai téma? Ez egy Bencét is kérdezik már meg, hogy van. Oké. Hát amúgy mondjuk hallom... el, hogy a Bence 8 órát vezetett azért, igen, hogy ma este itt legyen. Nagy tapsot neki! Köszönöm. Csak ezért jöttél fel? Igen. Holnap jöttem volna vissza, de... Jaj, de király. De most te hol élsz? Most Budapesten élsz? Budapesten. 2017 óta. Aha, csak jársz haza pontosan. Erdélybe. Igen. Székelyföld. Székelyföld. 8 óra. Nagyon. 8 óra. Hú, hát én is megtettem már párszor azt az utat, hát meg arrafelé. A családom miatt. A családja miatt. Adél nagyon boldogan, ugye? Nagyon boldogan. Hát figyelj, az, amikor 10 órát utazunk, több kecskével meg lóval találkozol a főúton, igen, vagy az autópályán, mint autóval, akkor azonnal megszerül a telefonját, így a sztoriz, ezt nem hiszem, ez már 17 tehén. Van. Igen, de tényleg, igen, az első útam az különlegesen érdekes volt, amikor mondom, micsoda. De azután már megszoktam. Igen. És nem ez kevesebb. Jó, hát fél szakítás után. Pont ezt mondom, pont utánad néztem, hogy most mi a helyzet, és akkor láttam, hogy most szakítottatok. Igen. Meddig voltatok együtt? 4,5 év. 4,5 év? Ráadásul fél év után összeköltöztünk, ugye ez idő. Hűha! Akkor ez intenzív 4,5 év az volt. Az intenzív 4,5 év volt, igen. Igen, de láttam, hogy ti még hisztek abban, hogy akkor ti most még jóba lesztek. Már gondoltam, hogy felhozott ezt. Igen. Láttam, hogy nagyon jóba vagyunk, minden rendben van, azért is csináljuk a közös videót. Ja, ezzel most nagyon egyértelműen elmondtad, hogy te így hova tartozol, ugye? Vagy hogy mit gondolsz erről. Te nem hiszel ebben. Tehát ezek szerinted nincs, ez nem létezik. Nem létezik, hogy egy párkapcsolat után, ha valaki szakít, akkor esetleg még mondjuk egy jó viszonyt ápolhat. De én egyébként szinte az összes barátnőmmel jó viszonyt ápolok egyébként, igen. Jó, hát olyan. Adél lemaradt erről, de... Mint derülnek itt ki. Igen. Én csak a fruzsiról tudtam. Igen, de a fruzsinak olyan finom az illata. Meg tudod, olyan jó ritmus érzéke, jól mozog, tudod? Tehát, hogy ő például ezért. De a többiekről is tudok még mesélni. Ugye? Te csak egy emberrel táncolsz? Engem ezzel nem tudsz felbosszantani. Nem, egyébként most viccet félretéve. Egyébként hiszek abba, csak például nem tudom, hogy például egy ilyen... Tehát nekünk is úgy emlékszem, hogy kellett azért idő. Tehát rögtön, tehát szerintem az elején van egy ilyen legyünk jóba. Igen. És akkor utána mondjuk azt képzelem, hogyha mondjuk neki lesz valakie, vagy neked lesz valakid. Már szóval van. Most húzod le a kedvemet. Konkrétan most így... Ne. Ja. 8 óra vezetés, plusz még... Igen, ide jövök, aludni se fogok érni. Nem, csak kicsit azt gondolom, utána lehet, hogy lesz egy ilyen mélypontja. Legalábbis én azt gondolom, nem? Vagy ti mit gondoltam? Szerintem ez zavaró tud lenni. Fihet, meglátjuk igazán. Nekem nagyon érdekes volt azt tapasztalni, hogy ugye csináltunk róla videót, mert ő is youtuber. Aha. Időközben lett az egyébként, hogy összejöttünk, és meg kellett, mert együtt videóztunk, és meg kellett magyarázni a közönségnek, hogy mert nem akartam abba belefutni, hogy 2 hónap múlva valakivel sétálok a Váci utcában, és akkor így lefotóznak, hogy ez nem a Rebeka egyébként, ja, és ki ez. És nagyon sokan nem is hitték el, hogy ez nem igaz. Akkor kamusztáltok az egész 4,5 évet, mondom. Ne.
De nem, hogy nem lehet szakítani, vagy mi? Ti nem szakíthattok, akkor ez az egész kamu volt. Meg hogy mi az, hogy jóba maradtatok? Ne legyetek jóba, utaljátok egymást. Én egyébként bírom, hogyha valaki így jobban maradt, ti jobban vagytok az exeiteken, meg szerintetek ez működik egyébként? Szerintem abszolút működik. Én azt gondolom, hogy akkor tud ez nagyon működni. Egyrészt nyilván mind a ketten kellenek hozzá. Tehát, hogy kell, hogy valahogy az embernek így, nem tudom, hogy a típusa ilyen legyen, nem? Hogy így nem, tehát, hogy vannak azok az emberek, tudod, akik így hallani nem akarnak a másikra. Nyilván nem mindegy, hogyan válsz el valakitől. Hogy ez egy kulturált beszélgetés során így, nem? Így létrejön ez a döntés, közösen meghozzátok. A másik meg szerintem talán az nagyon fontos, hogy tényleg mind a kettő így maximálisan tovább tud lépni. Tehát nem az van, hogy az egyik még tudod így szerelmes, még igen, szereti a másikat, még, hanem tényleg az van, és ez amúgy de tök fura, hogy erről beszélünk, mert szerintem ez egy nagyon friss dolog nálatok. Nem akarok ebbe belemászni. Nem tudok erről beszélni, videót is azért készítettem, mert tudok erről beszélni. És nagyon durva lenne, hogy nem tudtuk, hogy ott érzékenyedni, és most így beszélünk, és egyszer azt mondjuk, hogy elkezd zokogni. Adjátok ide szerint. Nem biztos, hogy egyszerre. Nálunk egyébként nagyon érdekes, senki nem hiszi el, de tényleg úgy volt, hogy én nagyon jó barátomnak meséltem el, hogy nekem ezek az érzéseim, és még Rebekát nem szembesítettem ezzel, hogy nem érzem magam jól ebbe a szituációba, és rá egy hétre meg Rebeka mondta nekem. És mondom, hogy egy hete mondtam konkrétan. Ez milyen sorszerű. Úgyhogy nagyon érdekes, igen. Illetve az is fontos info, hogy egy hónapot rávártunk, hogy a videót elkészítsük, tehát szétmentünk, és rá egy hónap. Igen, azért én tudok, ezt láttam. Igen, azért tudok így beszélni. Hiszem, ez is tök király, hogy ennek időt adtatok. Ez tök jó, hogy egyszerre múltál. Egy idős nagyon érdekes, tehát én sem hiszem már egyébként. Tehát ez ilyen... Amúgy bocs, de miért ne lehetne? Miért nem működhetne? Gondoljatok, tehát hogy gondoljuk már végig. Intelligencia kérdése szerintem jóban maradni. Viszont, hogyha jön egy következő pár, ezt saját tapasztalatomból mondom, akkor biztos vagyok benne, legalábbis Zsoltit, zavart az, hogy én beszélgetek egyáltalán a volt pasimmal. Tehát, hogy szerintem ez a másik féltől is tud függeni, hogy mennyire maradtok ti jóban. Persze, találkozunk, szia, hogy vagy, és ennyi. Ez persze, ez, aha. De hogy tudod, csak arra gondolok, hogy nyilván, amikor szerelmesek vagytok, együtt vagytok, imádjátok a másikat, az emberi oldalát, mindenféle oldalát, mindenestől, ahogy van, és hogy attól, hogy az a szikra, az a kis szerelem, de nem a kis, mert hát nyilván az is egy nagy része, de hogy ez így, mondanám, hogy ez így nem, elmúlik, attól még tudod, tehát, hogy a másik oldalát, az emberi oldalát, igen, aki a barátod, aki a partnered volt, annyi így mindenben, attól azt még, azt úgy igényelheted az életedben. Nekem például, ugye Bence is tudja, meg ismeri, hogy az egyik legjobb barátommá másik téma, igen. Egy olyan fiú, akivel mi kamaszként amúgy együtt voltunk. És hogy így nekem ő így ma az egyik legjobb barátom. Olyan? Hú, igen, nem a Mercivel van, akkor vele van. Férfi, nő. Nem hiszel férfi-női barátságban? Extrákkal igen. Extrákkal igen, de én de az nem barátság, akkor igen. Igen. Tehát, akkor... Ezért mondom, aha, hogy én nem. De nincs egy fiú barátod sem? Nincs. Nem is volt soha? Van egy meleg. Meleg a srác, de tényleg, nekem nincs. Vagy én akartam annó többet, vagy a srác akar többet. Szerintem tudod, mikor működik? Hogyha alapvetően ők valamiért nem... Nem tudnak, így, van egy... Mert az simán lehet, hogy eltűnt például a kémia, hogy az már nincs úgy ott, mint annó, vagy annó lehet, hogy nem a kémia tartott össze két embert például, hanem van egy más. Láthatatlan ilyen kötelék kettőtök között, mint lelkitárs? Igen, viszont hogy már úgy kémiailag nem érdekel. Tudod, én ezt hogy akkor úgy... tudom elképzelni, ha én együtt voltam valakivel, igen, szakítottunk, és amit te mondasz, hogy az így megmarad, de a következő pár, biztos vagyok benne, a társadat, zavarni fogja. De hogyha valaki toleráns, érted, és azt mondja, hogy figyelj, én tökre elfogadom. Nem vagyunk egyformán. Egyébként nálunk ez, hogy nyilván itt hűlök az adért, nálunk ez tényleg működik. Aha. Tehát én tényleg nekem van, én több barátnőmmel is jóba vagyok, most tényleg itt a Fruzsi, akiről mindenki tud, de hogy az adél is jóba van a Fruzsiba. Ismerem én is ezeket a fiúkat, akiről az adél beszélt, ezt a srácot például, és napi szinten tartjátok a kapcsolatot? Nem vagy napi ilyen... szinten azért. Hogy a Bence a barátommal? Ja, igen, arra gondoltam. Én igen, én követem őt. Követi. Őt két ember követi folyamatosan. Jó reggel, dobja az üzeneteket. Tehát, hogy mennyire szorul, mert egy barátság, az nyilván ez évekre nyúlik vissza, amit te is mondasz, hogy gyerekkorod volt. De ez meg tudod, miért működik a tietek is például? Mert ez egy gyerekkori dolog. És tudod, amikor gyerekkorban ott nem csak szerelem volt, hanem hogy ott tényleg van egy olyan kötelék, ami ott kialakul, ami szerintem ilyenkor például már teljesen más. Igen. Mert nekem is van egy csomó olyan
csajbarátom, akivel semmi, nincs köztünk semmilyen szexuális dolog, de hogy közben imádom a fejeket, mert közben annyira nem visz benne. Te annyira kételkedő vagy ebben. Annyira nem visz benne. Saját tapasztalat, de azért magamból indulok ki. De miért? Van olyan csajbarátom, aki egyszer mint nő nekem nem jön be? Tehát nem jön be nekem, mint nő. Oké. Nem, tényleg, hát most, elhiszem. Tehát mint nő egyszerűen nem az én esetem, de közben mint ember tökre bírom. Ilyen okay. Van? Nem magyaráztó. Ilyen létezik. Szerintem nem létezik ilyen. De bocsánat, amúgy ne rogj, de te nem innen indultál a beszélgetés elejéről, hanem nem létezik. Nem létezik. Vicceltem, poénkodtam. Erre most jó. A Csillát próbálod meggyőzni nem, arra, hogy nekem van olyan csajber. Így globális, amikor mondják, hogy nő és férfi között barátság. Én erre mondom, hogy... Nem minden esetben, de van. Tehát nem működik mindig, lehet, hogy még van valami kis érzelem. Persze, akkor hogy van. De szerintem van olyan, létezik olyan, hogy van. Nem mindenkinél, de hogy van szerintem. Tehát magyarul esetfüggő. Esetfüggő. De tényleg, hát sok mindentől függ szerintem. De azt nem lehet kijelenteni, hogy vagy van, vagy nincs. Tehát, hogy ez van is, meg nincs is, nem tudom. Tehát, valaki el tudja ezt fogadni, meg tud ezzel élni, mint ahogy ugyan ti is tudjátok ezt működtetni. Valakinél, mint nálunk például, Zsoltit ez zavarta, kész. Uh-huh. És ott meg is szakítottam a kapcsolatot a volt pasimmal. És tehát, ezt nem bánod? Nem, tehát mondom, ha találkozunk, emberileg nem hiányzik. Szia. De ez az, hogy emberileg igen, nem hiányzik. Nem egyébként. Nem mered elmondani. De amúgy meg lehet, hogyha hiányzott volna, akkor nyilván kicsit jobban küzdöttél persze, volna lehet. Azért, hogy megmaradjon mondjuk az életedbe barátként. Jobb a Zsoltival lelki béke, nyugalom. Engedjük ezt el. Igen, ez a válasz a kérdése, nem? Hogy igen, nem vágysz rá emberileg? Jobb ez nyugalom. Jobb ez a Zsoltival. Mindegy is. Ja. Képzeljétek el, hogy nagyon sokat szoktam gondolkozni azon, hogy kik legyenek a vendégek az Istenesben, és őszintén szóval egy kicsit háklis is vagyok erre a témára. Nem kicsit. Ne. Tényleg? Ó, tényleg. Akkor ez megtisztelő. Nem kicsit. Tényleg. Maris nem ért rá, vagy miért jött? Tényleg, hol a Maris? Hol a Maris? Amúgy tényleg nem ért rá. Nem, B-opciónak is jó, B-nek is jó. Nem, hát tényleg, nem tudom miért, nekem úgy fontos, hogy kiül itt, hogy én őt alapvetően bírjam, vagy hogy mondjuk a témához legyen olyan véleménye. Nyilván volt olyan adás is már, amikor konkrétan mondjuk jó volt, hogy voltak ellenvélemények, de alapvetően nagy összességében én az nekem fontos, ezért olyan emberek jön, akiket bírok, akiket izgalmas karakternek gondolom. De a lényeg az, hogy mindig van egy ilyen kis... Tök rendben van, szerintem ennek így kell lennie. Igen, csak azt nem tudom, hogy téged hogy veszlek? De hogy te mit keresel? Te mit keresel itt újra és újra? Azt nem tudom. Ugye mindannyian máshogy lettetek, igen. Ti is ismertek. Mindannyian más közönséghez szóltok. Máshogy lettetek ismertek. Más dolgokat csináltok már ma. Más területen vagytok, vagy vagyunk mindannyian. Hogy ti kit tekintetek ma menőarcnak, sztárnak, vagy olyan, akire mondjuk felnéztek? Mitől lesz ma manapság valaki menő? Érted, nagyon sok ember híres a saját maga területén. De az, hogy nekem ki a híres, az csak attól függ, vagy híres, vagy menő, mert az, hogy csak híres, az így nem elég, nem? Tehát, hogy kell, hogy társuljon hozzá egy... Mondj neveket, akik neked menők például. Most úristen, várjál, hadd mondjam, végül onnan is, vagy innen is. Kezdhetjük veled például. Szóval... Nem csak, hogy azt akarom mondani, hogy az attól függ, hogy nekem... Nem gondolkodom. Szóval, hogy az attól függ, hogy nekem ki a menő, ki a híres, én kit tartok menőnek, kit követek. Tehát, hogy milyen szokásaim vannak, hogy milyen ilyen fogyasztói szokásaim vannak, én mit nézek. Én például nem fogyasztok tartalmat YouTube-on. Egyáltalán. Tényleg. Az Istenesnek kívül. Hát bocsánat. Hát, is de azt is lehet pendrive-ról nézi, attól nem is visszajön. Úgyhogy le van kötözve, és ez ilyen... De hogy tényleg így van. Vágjon bele, mit szeretnél? Kapcsolod ki. Nehéz ez egyébként, hogy kit tartasz. Én például abszolút így állnak. Mitől lesz valaki ma sztár? Figyelj, ha megállítják az utcán, akkor már aktívan azt mondom. Szerintem, aki... Azon kívül, hogy ismert, meg ott van a tévében, vagy bárhol a YouTube csatornán, értéket tud teremteni, nem tudom, tud segíteni emberek. Tehát, hogy ne csak erről szóljon, hogy... Varga Irén nem sztár? Ma már mindenki sztár. Na hát tényleg, ez jó Varga kérdés. Irén nem sztár. Ő nem sztár? Hát nekem... De miért nem sztár? Én olvasatomban nem. De várjál, attól hát sztár valaki... Nagy úristen, most meg fognak ölni, mert nagyon kérdés. Sokan szeretne. De nem, szeretik ezt a... Most tök mindegy, hát nem mindenki ugyanazokat az embereket szeretni. Ez jó kérdés. Ezt az Irén nagyon sokan szeretik, de én... De nem, ez jó kérdés volt, amit mondott a Bence, hogy attól, vagy mit kérdezti? Az, hogy pozitív gondolata vannak, hogy sztár vagy? Nem lehet egy negatív karakter, aki nem feltétlenül emeli a... Dehogy nem. De lehet, meg megosztó is, én is az vagyok. Felrak egy zenét, és 4 millió, 5 millió megnézik egy 10 milliós országban. Micsoda! Persze. Ezt nem vártam.
Bence, Lici. Ne legyél boomer! Ne legyél boomer! Tényleg ez van. Hát na mindegy, nekem nem Varga Irén a sztár. De az, hogy például az Irén mitől működik... Nézzem? Az, hogy mennyi van. Ja. Mert szerintem több de, egyébként. Tehát, hogy érted, hogy mitől működik az Irén? Ne haragudj, de... Kisapám című dal 7,1. Jézusom! Jó, mert a hülyeségen vihognak az emberek, meg imádják a baromságokat, de hát most ne haragudj. Na, kérdezzük már nekem, hogy ismeritek a Varga Irén. De oké, de nem a sztár. Ti olvasatokban ő sztár. Nem sztár? Na, tehát akkor csak az a sztár szerintetek is, egy aki... Hírhet. Tehát egy amúgy, de ő így mondja, de hírhet. De akkor mondja. Csak az lehet sztár, azok a sztárok, akik ilyen pozitív imidzsük van? Nem. Szerinted igen? Ők a szerethetőbbek, igen, aha. De valami társadalmi szerepvállalás legyen, vagy valami plusz, tehát nem csak az, hogy ott vagyok a tévében, vagy egy nagyon jó táncos vagyok, színésznő vagyok. A társadalmi szerepvállalás, ez már ez olyan, mint hogy már minden cég, mi környezettudatosak vagyunk, igen. Mert tudod, hogy elektromos autókat, ez már kicsit így mindenki tudja, hogy ez kell, és akkor oké, én is vállok valamit, megmentettem egy kis kutyát most. Jó, nyilván nem ettől leszel sztár, de az én olvasatomban én azokra nézek fel, akik aha. Még pluszban, azon kívül, hogy letettek valamit az asztalra, és mondjuk nem trash celebek, például akár én is lehetnék. Én bírom a trash celebeket. Én például nem tartom magam sztárnak, de meg celebnek jól érzed, se jól egyébként. De celebnek, aranyos vagy. De celebnek se. Igazából én műsorvezető voltam, akit kicsináltak, mert hogy lerusnyáztam a fél országot, de igazából én nem tudom, azt is bírtam, én ezeken nagyon jól szórakozom. Tetszett. Persze. Na, de igazából én konkrétan meg sem tudom mondani, hogy én milyen titulusban is vagyok így a na, de médiában. De miben érzed tehát, magad a leginkább? Vagy tehát, hogy mégis, hogyha megkérdezik, nem tudom, amikor elmész bármilyen... Üzletasszony vagy. Tényleg? Nem. Ezt mondod? Nem. De tudod, meg szokták kérdezni. A sajtósom azt szereti használni, üzletasszony, nem influencer. Nem, de tudod, amikor így elmész a nyerőbe, ott is megkérdezik, és akkor mit írjunk ki, amikor kiírjuk, hogy Megyeri Csilla, akkor mit írnak múltkor ki? A Bence műsorában is a Tárcsig első látása. Mit, úristen, mit írjunk a Megyeri Csillához? És mit írtak ki? Gyönyörű, okos, ügyes, influencer. Ő műsorvezető, ő színész, ő pedig okos, aranyos, szép. Valahogy így volt. De tényleg nehéz ezt így apostrofálni. Én nem tudom. Igen, de azt akartam mondani, hogy ezek a trash arcok például, vagy az Irént mondtátok, hogy közben meg valószínűleg, hogyha elmegy egy diszkóba, vagy ilyen helyeken lép fel, gondolom, vagy jól tudom, vagy nem vágom. Hogy akkor például, mit hogy? Az összes klubot telerakja. De hogy és közben vesznek. Olyan, mint a Védeném egyébként. Küldött engem, tudod, hogy... De nem az, hogy azt akartam pont mondani, hogy közben vesznek rá egyet, tehát akkor nem az a sztárság, hogyha mondjuk van egy bármilyen produktumot, amit emberek fizetnek, hogyha akarnak téged látni. Én nem is tudom, hogy egyáltalán van-e ma már sztárság. Akkor te is sztár vagy itt? Mert elég sokan összegyűltek. Hát én igen, abszolút. Igen. Igen, mondd, bocsánat. Nem, csak hogy így nem tudom, ez az egész sztárság, ez nekem egy ilyen fura dolog. Walk of Fame, ott vannak a sztárok. Szerintem. Jó, de most igen, nyilván persze, meg mindig, mi nem vagyunk itthon sztárok, meg nyilván ez egy kis ország, meg tök más a sztárság itthon, mint külföldön, akár csak Németországban. Én látom, hogy Németországban hogy kezelik a sztárokat, hogy ott mit jelent a sztárság. Tehát nyilván teljesen más, de közben ilyen magyar viszonylatban azért nem beszélhetünk erről. Nem tudom, ki tudnék mondani, aki tényleg azt mondom, hogy... Senki nem veheti el tőle ezt, hogy aha. Mondjuk a Zambó Jimmy. Szerintem ő egy sztár volt. Most miért nevetsz? Most miért mosolyogtok? Nem tudom, pont nem őt. Már legalább, számotokra ki de ő tényleg csak tudod, hogy így kíváncsi, hogy kit mondasz, hogy például. Ja, hogy nem valami számított, nem tudom, kit mondok. Pont nem a Zambó Jimmyre számítottam. Csak pont nem a Zambó Jimmyre számítottam valamiért, hogy így. Hát számomra annyira érdekes, hogy ha most megkérdeznék négy embert, hogy mondjam. Csak megkérdek mindenkinek, hogy mondjon egy ember. De annyira aranyos tényleg, hogy nekem is, hogy így kellene mondani, meg nem is tudom, ki tudom. Nem tudom, Friderikus. Én is a Fridit mondanám, hogy mondjuk, hogy ebből a szakmából. Úgy tudod, hogy körülötteleng mindig ezt, tudod, hogy ő, amikor ő elkezdte, és nem tudod, hogy ő jutott volna, és akkor Csilla. Ki volt a sztár? Zambó Csilla. És ez olyan, hogy az volt, tehát az igen. Volt, ez tagadhatatlan. Csak igen. Tehát amikor vitathatatlan, hogy ő igen, letett valamit az asztalra, ő k***ba csinálta, amit csinált, és ezt nem tudod tőle elvenni, főleg már most. De ma már az, hogy ma már más... Isten nyugosztalja. De az, hogy ma már... Istián, ne haragudj. Igen, de közben már más társág van, pont ez a lényeg, hogy már nem biztos, hogy egy TikToker valaha lesz olyan, mint egy
Zámbó Jimmy, vagy bárki, aki Friderikus Sándor, érted? Mert hogy nem is tudja azt egyszerűen persze megtenni talán. Ma ez már nagyon más, meg rövid ideig felkapott valaki, igen, aztán hús el is tűnik gyorsan, valahogy annyira felpörgött az egész világ, hogy ez az egész társaság is ma már nagyon mást más jelent. Igen, tehát, igen. Hogy tényleg a TikTokon is lehetsz ugyanolyan nagy sztár akár, mint az Irén. Mint az Irén. Vagy akár, vagy mint például a... Igen, hát figyelj. Nagyot ment. Igen, az is nagyot ment. Na jó, játszunk valamit ezzel kapcsolatban, jó? Csináljuk azt, hogy megfogjátok, ott vannak a cetlik, meg mindenkinek van egy kis tolla, és írjatok fel híres embereket, jó? Híres embereket, trash arcok is lehetnek, magyarok is lehetnek, én is írok, igen. Azt fogjuk játszani, hogy ki kell találni a másiknak majd azt a nevet, akit felteszünk a homlokunkra, jó? Túl könnyű, várj. Az jó, az nem rossz. Jó, oké, adjátok ide lapokat. Kicsit csak megkeverjük. Gyere. Mutogass. Nem értem, egy fölrakja, és fel nem kérdezni kell. Nektek nem. Le kell írnotok a szemét, hogy én kitaláljam. Igen. Akarsz kezdeni? Nem. Jó, akkor kezdek én. jó? Kezdje. Így. De most meg elolvastad? Nem olvastam el. Így vagy... Így? Azt mondjátok, hogy hogy így? Mondjuk fordítva is ugyanabb úgy után néz ki. De hogy van így? Nem fordítva. Igen. Látja igen. Mindenki? Jó. Na igen. Hát én így beszélek, hogy senki nem érte, össze-vissza beszélek, gyorsan mondom. Várj, nem mutat. Hogy? Mi? Gáspár Laci? Hát így beszélek, gyorsan mondom. Nagyon kilapattintva. Nagyon sok lóvinban, nagyon sok tele vagyok lóvinban. Izé Ogli G, 26? Nem. Oh. Nem. Hát várjál, de nem azt mondtad, nem. Nem az volt, hogy hello, szia uram, itt vagyok, hát, na, akkor mondom nektek, hogy a kell csajozni. Oké, akkor felveszitek ezt a szemüveget, felrakjátok semmi. Csomagtartó, párkép az autóról, ennyi, Csumi! Csumi! Hát az Ogli. Vagy nem Ogli G, vagy mi Ogli? Hát ez az, hogy nem mondtad ki, ezért mondom, hogy nem. Mondjad akkor ki, szépen az Ogli, vagy nem Ogli? PSG Ogli 7. Az, milyen PSG? Ogli 7. Akkor Ogli 7, úristenem, igen, mit mondtam én? Ogli G6, Ogli G24. De ugyanarra gondoltam. Én nem, gyerekek, én nem tudom, hogy láttátok, de amikor én ezt megláttam, így... De így se vágod? De így most már vágom, mert amúgy mindig... Hello, sziasztok, na mindegy, hello, uram! Fejem az mindent elárult. Oké, na jó, Adél. Igen, na csumi! Én hozzá lassan hallok. Igen, oké. Okay. Tuti, nem fogom kitalálni. Nem baj. Na most akkor hagyjuk. Fordítva. Hú, de könnyű. Na, ez nagyon könnyű. Lassan közelítsük meg, hát így egyből kitalálja. Na, jó. Férfi. Kezdjük innen. Férfi, várjál, tudom is. Férfi ismert nyilván, és te bírod. És várjál, a nyerőben tudod, ez volt az egyik feladványunk, hogy a fogkrémben megtaláltuk. Flór! Igen! Még jó, hogy mondtuk a csinálat, hogy messziről közelítsünk, még ne találják ki gyorsan. Haladjunk, már kezdődik a nyerőben. És tényleg siet. Én ezt nem érek rá! Na jó, oké. Okay. De ne nézz! Fordítva. Megnézted! Nem látom! Megnézted? Na. Hát olyan firkám, menj, tessék. Ez is na, hát ez is könnyű, ez így nem jó. Na, nem ismerem. Ezek könnyűek. De ezt ismered. Hát most az, hogy elmondjuk, már rögtön tudni fogod. Az a baj, túl egyszerűek a feladványok, gyerekek. Én írtam komolyakat azért, ne ilyen. Itt komolyakat is. Na jó, figyelj csak. Figyelek csak. Ketten vannak. Csapatban vannak. Együtt nyomják. Mindig rosszul mondják a nevét a bandának. Egy ilyen tini banda. Tini banda? Dehogy tini banda. De, tini banda, mondja csak. Tizenéves lányoknak zenélnek. Jézus, hát azért az tudom ki a jó istenek. Igen. Én más generál, én már öreg asszony vagyok. Dehogy is. Épp hogy van, épp hogy most kinőttek az első szőrei az arcán. A kis pejhek. Úristen, ilyen pejhes most már. Úristen, ki ilyen? Jaj, hagyjatok már be. Johnny Deppnek képzeli magát. Tényleg? Igen, tényleg. És van egy olyan dala, úgy kezdődik, hogy Úristen. Úristen. Ja, ez a Marics Peti. Igen! Tényleg? Ja! Jó, mondjátok a Tóth Andit, akkor megvan. Hát, nem lehetett így kezdeni. Nem viccem, ilyen tizen imádom a számát. Még egyet. Egy újat. Nem már. Nem az a fel a lapnak. Másik fordítva. Ez jó! Jaj, már megint, ez jó! Na, őt biztos, hogy ismered. Maricsot is ismerem. Nem, őt te biztos, hogy ismered. Na.
De fog a végén ezért haragudni. Várj, pillanat. Dehogy is, hogy csillene. Bence, egy pillanat. Nagyon jó. Te őt ismered? Igen. Honnan ismered? Úristen, na mi ez? Te honnan ismered? Hát hallottam tőle már róla. Vagy tőle róla. Személyesen is ismered? Hogy hallottál tőle rólam? Újúj. Jó, még... Egyre még nagyobb a baj. Adjatok már egy kis segítséget, mert ez nem túl sok. Igen. Felnőtt filmekben szerepel. Nagyon ismert. Most is szerepel? Hát, vagy szerepelt? Bence? Nem. Mostanában nem. Szerintem se. Mostanában már nem? Nem láttam. Vagy mi? Vagy mi? Nem láttam. Egy felnőtt filmes férfi. Halesk. Ja, férfi. Férfi. Egy felnőtt filmes férfi. A legismertebb ilyen felnőtt filmes. Ki az első, aki eszedbe jött? Mondj egy nevet. Az lesz az. Most hirtelen csak egyet. A Gabó jutott eszembe, szegény. Úr, a Gabó miért? Te lemaradtál? Júj! Micsoda? A Gabó jutott, kocsi Gabó. Megmutatom a dolgokat. A Gabó szerepelt felnőtt filmben. Persze. Légy erős. Nem is egyben. Micsoda? Azt mondják itt, nem is akar, milyenben. Nem. Kirázott a hideg. Se tudtad? Hazamegyek, meg is nézem nem, megint. Mi ez valami új sztori? Ez Kovi? Kovi? Kovi lenne? Nem. Ő konkrétan szereplő. Szereplő. Mármint nem a Kovi. Mert ugye rendezi ezeket, hanem igen. És elkezdeni sorolni. Ja, kiket. Vagy Jack. Ki a jó Isten tök ez, de nem tudom. A másik, aki a legismertebb, hát... Te nézel pornót? Nézel pornót? Nézel pornót? Én nem egyébként, de nem... én csinálni szeretem, nem nézni. A pornót? Nem. Szóval, lapoztunk, ebbe belesül... Na. Rocco. Ki az a Rocco? Na jó, persze! Ez ki is jel? Az a megyek, hát? Kiírta ezt? Ekkorát kamuzni. Még nekem segítek volna. Biztos, hogy nem én. Szexmániás. Biztos, hogy nem én. Addiktív. Oké, na, pornó. Igen. Na. Ez így nagyon egyszerű, gyerekek. A csávónak így ilyen nagyon, nagyon fura testtartása van. Általában fecskében látod. Ami fel van húzva a nyakáig. Szereti a konyakot? Igen! Igen. Menő. Istenem, ja, még kellettek írunk volna nevek. Igen, nem, ugye lehet, ezt így pörgetni kellett volna. Ilyen, tudod, hogy sokkal több név, és akkor így... Játsszunk még egyet. RTL Moston, visszanézed a műsorot. Jó, na, akkor írjatok ti is neveket. Akartok még egy kör? Nem! Miért nem? Semmi dolgom. Most mutogassuk el, az viccesebb. Ami még maradt. Ami már csak marad. Kettő maradt. Vagy ezt a kettőt? Csilla azt mondja, játsszunk még egy kör, legyen mutogatás, és akkor, akkor húzzuk a Rockót. Nem rossz. Hú, de zsivány ez. Nagy zsivány ez a Marci. Na jól van, gyerekek, izgi kis játék volt. Hát az adás elején mondtam, hogy a nézők írhatnak néhány kérdést nekünk, és ezekre válaszolni fogunk, úgyhogy add be, kérlek, ezeket. Aha. Üzgi. Na, remélem, hogy nagyon pikáns kérdéseket írtatok. Kezdjük akkor. Csilla, mennyire feszélyezték a kamerák még a nyerőpárosban a szexuális életeteket? Semmennyire, mert olyankor nem forgott a kamera. Tehát, hogy a mi párkapcsolatunkra egyébként tényleg nagyon jó hatással volt, mert abban az X napban, amit bent töltöttünk a nyerőpáros villájában, szerintem többet szexeltünk, mint egyébként a hétköznapokban. Arra van időnk, kedvünk, módunk, nem tudom. Tehát, hogy kb. Hányszor? Mondj egy szám, hány nap volt a forgatás? Hát az semmi köze senkinek. Nem már. Addig emlegetitek, hogy jó a nyerő a kapcsolatom, hogy lehet nem kellett szakítani, csak bemenni a nyerő. Látod? Azt már jó lenne, hogy ülnék ketten. Szexelnétek, együtt lennétek még. Megbeszélnék, közben játszunk picit. Igen. Ja. Ugorjatok neki akkor igen. Jövőre. Fel is hívom. Menjünk jövőre nyerőbe. Igen. Úgyhogy nem feszélyeztek a kamerák. Melyik a legszexibb testrészetek? Cici. Komolyan, Muti már. Aranyos vagy. Hiszi a piszi. Én is tudnék olyat mondani. Imádom, tudod? A cickóival. És eredetiek.
Neked? Nem tudom. De ez, várj, nem fura ez, hogy magadról mondod? De nem, nagyon. Ugye nem, más de kéne nagyon. Azért csak képbe vagy magad. Hát mi a legszexi? Igen, hogy te mit gondolsz. Meg is mit gondolsz, igen. Azt el tudod mondani, hogy mi nem tetszik. Meg a feedbackekből, amit kaptál az eddig életed során. Mondjuk, hogy randi vagy, és akkor azt mondod, hogy... Mi a randi? Tudod, ne kérdezi tőled. Nem szerinted, hogy mi a legszexibb testrészed? Nem tudod, hogy mesélsz magadról, családról, stb. És egyszer csak felmerül azt, hogy egyébként nekem... Csodással, nem tudod, tehát, hogy így... Igen. Nem mondta, hogy csak úgy tudod, tehát, hogy nem, fontos, csak tudod, hogy az elég szép, úgy rendben van. Tehát, hogy azért ezzel, hogy... Isten lehet, kardja hogy ezzel, hogy így hogy lehet mit kezdeni, hogy az így, hogy az így... Tehát így, tehát ezért csak tudod magadról, hogy mit promózol. Ilyen életszerű szituáció. Igen. Ott csak tudod, amikor udvarod, ott neked annó. Igen. Látod, hogy bedőlt rá. Amúgy igen, tényleg. Következő kérdés. Adél és Bence, melyikőtöktől tanulnak többet, jót és rosszat a gyerekeitek? Hát ez így egyszerű, így, hogy opciót hát is adtál. Is a jót többet tőlem, rosszat Adéltól. Szerinted? Igen? Nem tudom, hát ezt meg lehet így állapítani? Nem lehet, szerintem. Szerintem egyébként mindenkitől. Tehát, hogy mindenkitől más tanulnak a gyerekek. Nyilván ez egyébként komoly kérdés volt, tehát próbálj meg komolyan válaszolni rá. Tehát, hogy kitől tanulnak többet, szerintem mind a két szülőtől tanulnak a gyerekek, ugyanannyit tanulnak. Tehát jót és is, rosszat is. És ki a jó zsaru, és ki a rossz? Szerintem minden helyzetben más. Tehát van, hogy én vagyok a rossz zsaru, az Adél a jó zsaru, tehát, hogy szerintem ez váltakozik. Tehát helyzetek vannak. Tudod, valamiben én vagyok szigorú, valamiben az Adél a szigorúbb. Úgyhogy nincs ilyen. Tehát, jött egy nagyon pikáns kérdés. Melyik a legextrémebb hely, ahol valaha szexeltetek? Ki írta ezt a kérdést? Legextrémebb. Na? Csak a Csilla fog válaszolni. Ennyi már. Kezdjük Csillával. Na, te tényleg. Kezdjük Csillával. Nekem érdekel. Téged érdekel? Nem, most hirtelen beugrott, hogy repülőn még nem csináltam, de úgy csinálnám, mert ez szerintem nagyon extrém. Hú, hol csináltam? Hát erdőben motorháztetőn szerintem az extrém, nem? Aha. Járómotor? Tehát, hogy járnál az... Mert ha ment is az autó, akkor nagyon extrém. Olyat még nem csináltam. Akkor azt mondom, hogy le a kalappal. Olyat még nem csináltam, de jó, hogy mondod. Kipróbálom. Ez ugrott most be. Aha. Nem tudom nektek. Adél? Na? Én erről nem nyilatkozom. Nem már! Tényleg nem. Bence? Ó, de az így nem jó, hogy csak én szólok ezekre. Egyedül nem ez a sztoriba szerintem. Nem, jó, hogy te ezt tényleg. Vállalom, jó. Igen, tök jó. Igen, én... tök jó. Nekem... Hírt utca fényes nappal. Igen. Nekem egyszer volt a nappaliban, az már tök jó volt. Hogy... Hát, hogy menjünk vissza a hálóba. Annak már tökre örültem, hogy kiszabadultunk a hálóba. De amúgy most, hogy mondjátok, a Magyar Tudományos Akadémia előtt a parkolóban fényes napot. Micsoda! Hol még egyszer? Hol még egyszer, szóval nem mondom el. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia előtt. Ez egy tök normális dolog, nem? Persze normális. Összegabajodtok, hogyha megkívánjátok egymást. Fényes nappal? Fényes nap, mert te csak sötétben szoktad megkívánni a párodat? De miért, hogy... Ezért szakítottatok, elmondom. Azt mondom? Ezért szakítottatok. Írok, hogy az a baj, hogy nem a Magyar Tudományos Akadémia előtt, fényes nappal. Fényes nappal? Ez volt a kérdés. De veled, hogy így közben így emberek jöttek, mentek? Hát én nem figyeltem, hogy jöttek, vagy nem. Tudod, az ablaknál így tudod, már állt, hogy így videóztak, hogy minden. Nem került ki sehova. Ő mindent kizárva. Hát, így... Akkor a forró a csillát is jelent. És hogy mi volt annyira izgató, hogy ott, pont ott kívántad meg, tehát hogy így... Hát maga a szitu is, meg nyilván a... De mi volt a szitu, hogy betette rükvercbe és leparkolt? Jó, mert nem kell így részletezni, jó? Azt a mindenit, hogy tetted be? Tedd be megint! Ne azt! Most a másikat! Vagy hogy tudod? Ennyire, ez volt izgató, igen. Na, most te jössz. Ti jöttök. Tényleg a nappali, hát most olyan, ne! Aha, jó. Hát ezt nyerted ezt a kört, anyukám. Nyerted, nem mondom. Az a baj, legalább egyébként elmondom, hogy azért nem lehet most semmit mondani, mert az biztos, hogy ilyen trr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 
inkább aranyos. Ja, jó. Na jó. Hú, jó. Kicsit leizdadta.
Mikor lesz újra vigyél el az RTL-en, vagy esetleg állarcos énekes, de inkább vigyél el. Úristen, vigyél el, az 2015-ben volt. A vigyél el az egy ilyen olyan műsor volt, egy társkereső műsor volt, ahol 30 szingli lány keresett párt magának. Jaj, kedvenc műsora volt. Kedvenc forgatási időszakon. Az most ment újra TikTokon. Lementegették és felrakták, és egy csomószor bedomáltak. Ez most úgy ugrott be nekem. Úristen. Nagyon furán néztem ki ott, néha nekem is vissza, és így néztem, hogy néztem is egyébként, mondom, most volt, mondom. Ne, igen. De tényleg. Nem, az nem. De egyébként az jó volt, tényleg, az egy jó kis műsor volt. Kár, hogy csak egy évadot élt meg. Te táncolhatsz a jó illatú Bercivel. Akkor én is lehetek egy műsorban 30 szingli lányjal. Fel is hívom holnap a Kolosi Pétert. De Péter, volt itt ez a műsor? Nem tudom, emlékszel-e? Milyen sikeres volt? Milyen szép volt a díszlete? Hozzuk már vissza egy kicsit. Azt mondja, Adél, ki a legrosszabb táncos a dancingben? Őszintén. Őszintén. Ezt megkérdeztem nem hátul, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit mondasz. De ilyen nincs, nem tudom. Mondja már valaki. Csak van vélem. Nem, ez nem méltó hozzám, úgy érzem. Meg ahhoz, hogy mi most így végülis egy csapatban vagyunk így az emberekkel, meg szóval, hogy nem. Ha mindenki szeret, senki sem szeret. Tudnád, hogy mi kell? Tehát, én nem azt mondom, hogy nincs véleményem erről, csak azt, hogy nem feltétlenül szeretném a nyilvánossággal megosztani ezt. Tehát ezek, amilyet beültünk, nem láttátok, hogy táncol ez? Igen. Nem, tényleg nem. De nyilván tudnék egy listát így összeállítani, de, de szerintem az nem lenne fair, meg ja. Nekem a Vavra Bencét mondtad. Nem is igaz! Gondolkoztam még, hogy kivel süssem el, azért voltam ilyen csöndben. Nem. De akkor kétszerint szerinted se tud táncolni? Egyrészt, hogy egyetlen egyszer láttam őket így, ugye most ezen a hétvégén, szóval most még nehéz lenne megállapítani. Persze, jó, ez már kamu. Tudnál mondani, csak nem akarsz, azt elfogadom. Én sem mondanék. Kösz. Csilla. Jaj, de furán vigyorok. Ki a legrusnyább szereplő a Nyerőpárosban? Jó, de jó. Nem akarok rossz fej lenni. Ja, nem akarom, nem akarok még most mondani, most még nem. Most viszont, még nem. Ez mikor megy le? Igen, viszont. egyébként nincs kifejezetten olyan rusnya lány, akit így azt mondaná. Igen, minden témában is csinál. Először nem. Nem, és már nincs. És akkor az, hogy már mondanám a következőt, de ha már itt tartunk egyébként, annyi, meg hogy nem attól szép a Burjánikő az... Nem, tényleg, én azért most már sokat tanultam ebből a kijelentésemből. Amúgy nagyon rosszul fogalmaztam, túl nyers voltam, de egyébként ez egy létező dolog, ez, hogyha valami... Na, jó, nem részletezem. Maga a tény, tehát hogy az köztünk él, hogy azok a hölgyek, akik jobban néznek ki, mint a nagy átlag, nem folytatom, jó, ne, hagyjuk. Tehát, hogy azok tényleg a külső szépség, az szerintem édes kevés. Aha. Tehát, hogy azért ott legyen tartalom, legyen belső érték, meg tényleg, amit úgy letesz az asztalra, az, hogy most jaj, de szép vagyok, meg vékony vagyok, meg nem tudom, meg olyan a Csilla, hajam. Csilla, meg, nagyon teresz. Ki a legrusnyább szereplő de, a Nyerőpárosban? Nem tudok. Ki én, az, aki emberileg csodás, szakmailag felnézel rá, de rusnya? Nem tudok, tényleg nem tudok ilyen. De így ránézel, és azt mondod, hogy mondtad a párodnak, hogy ilyen ez tényleg volt. Rusnya. Tudod, ne, hogy... Ilyen nem volt, viszont nem volt olyan évad. Na, tessék, na! Volt olyan évad, amikor látod. Akkor igen. Azt... Csilla. Te ne rögjél. Ki a legrusnyább szereplő az a Nyerőpárosban ever? Ez eddig... magad? Nem, ezt nem. Így már könnyű. A csomót adél. Nem fizetsz annyit, hogy én ezt itt most kimondjam. Nem, tényleg nem. Nem lenne korrekt. Ugye? Jaj, igen, erről van szó. Átrakod. Megtartom magamnak. Igen. Ez édes most nem rólam Istenem. Szól. Hanem... De rossz hatással van az Adél rád. Szét kell őket ültetni, nem? Nézd meg az Adélt, itt visszahúzza a vendégeimet. Hát ezt nem hiszem el. Nem tanulok, te nem igen. Szép dolog ilyet mondani. Oké, és csak egy monogramot kéne mondani. KT? Karácsony Tamás? Persze, igen. Nem, tényleg nem mondok. VJ? Vajtó Lajos? Ne, no, hát ja, az L. Ez... Nem, itt tényleg haladjunk. Nem mondok semmit. Egyébként a Lajos szép, csak mondom. Tehát, hogy ne félreértse, mert ő nagyon izmos. Tehát, hogy így... És hölgy. Ki a legbénább, de ismert youtuber, Bence?
Jó, de nem lesz ez jó. Hát ez nem lenne korrekt. Na ne! Csobot, Adél, most menj ki a stúdióból, vagy mi a szedből, légy szíves. Tehát ezt nem hiszem el. De kit tartasz, akkor másképp fogalmazd meg. Ki az, aki béna? Nem de még, béna, tehát, hanem úgy gyengé. Ki az, aki mondjuk nem a te stílusod, vagy szerinted úgy nem. Kevésbé, ezt mondani, kevésbé hogy... tudsz vele azonosulni. Nem neked jár tartalmat. Igen, ez a kifogás. Igen. De ismerted, azért kell ismerted mondani, hogy úgy tudod, hogy legyen súlya. Tehát, hogy értsük, hogy, vagy tudjuk, hogy kiről beszélsz. Olyat mondok, aki nem nekem gyárt tartalmat, jó? És akkor, várjál, de várjál, olyat mondok, aki nem nekem gyárt, nem feltétlen azért mondom, mert kell fejlődjön, viszont ha kimondom, akkor az, sokan a kommentészek az úgy jó, hogy kiborulnak, az, ezt szeretnéd, nem? Két, mondd a nevet. A Viszperton. Viszperton nem bírod? Miért nem bírod? Mikor ezek a kuncogások voltak? Nem azt mondtam, nem azt mondtam, nem bírom. Csak? Nem nekem gyárt tartalmat. Nem neked gyárt tartalmat. Igen. Én a Viszpertont bírom például. Én is bírom. Kiborgatjátok a szavait. De nem tudod, ki az a Viszperton. Én is bírom nagyon. Itt tényleg azt mondom, hogy nem nekem gyárt tartalmat. Én bírom, tehát sem bajom nincs vele, csak... Én bírom, de én amúgy ezt értem, ezt a választ. Én is értem a választ. Tehát, hogy így... Igen. Jó, értem egyszer a választ. Csak így én nagyon izgalmas Bence. Karakternek tartom én őt. Én is nagyon. Melyik a legrosszabb RTL-es műsor, Bence? Na? Az a baj, hogy igazából én erre tudok válaszolni tulajdonképpen. Hogy ott nincs rossz műsor. Ez az. Jó volt. De szép. Ez jó volt. Kapcsoljuk meg, ez jó volt. És nincs akkor most műsor. TV2. Na, ott viszont. Itt, akkor kezdődik. Na, jól van, gyerekek. Jó kérdések voltak. Köszi szépen, hogy írtátok ezeket. Volt egy-két olyan, amire azért nehezen válaszoltunk, tehát akkor jól végezték tulajdonképpen a dolgokat, igen. Nem? Okosan vág meg. Tudod, és igazából 4 kérdés lesz benne, csak amit a Csillára kellett válaszolnia, igen. Tudod. Tudományos Akadémia. Úgy megjegyezte. Igen. Hazafelé meg mondja majd, Bibi, nem kanyarodunk arra. A Csilla említette ezt a Tudományos Akadémiát. Van ez a hely. Beraknád a kocsit ott. Sötét van, de kezdésnek nem rossz. Igen, tényleg. Sötét van, de kezdésnek nem rossz. Jövő héten visszajövünk nappal is. A naplementét szeretem. Igen. Na jól van. Na jól van. Hát gyerekek, köszi szépen nektek, hogy itt voltatok. Nem csalódtál bennünk? Miért csalódtam volna bennetek? Én izgultam nagyon egyébként. Be volt feszülve egyébként. Be voltál feszülve? Nem úgy tűnt, mint aki feszült. Ilyen az, amikor gondolod, de amikor laza vagyok, akkor legkevés vagyok. Sem tűnt, hogy te feszült vagy. Tehát, hogy így... Nem, abszolút nem. Dehogy is, nem. Tök jó volt, tehát tök sokat szerintem nevettünk. Szerintem nagyon szórakoztató csajszi vagy. Örülök. Igen. Szerintem is. Úgyhogy köszi nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Köszi nektek is, hogy eljöttetek. Köszönjük nagyon. Tapsoljátok meg magatokat. Meg köszönjük, hogy néztetek. Ti is bennünket. 2 hét múlva jövünk. Ne felejtsétek el, hogy mostantól már 2 hetente jelentkezik az Istenest minden hétfőn este 18 órakor. De hogyha ebben a 2 hétben már elvonási tüneteitek vannak, akkor keresetek bennünket a social oldalakon. Fenn vagyunk ugye Instagramon, Facebookon és TikTokon is. Úgyhogy oda töltjük fel folyamatosan az extra tartalmakat. Egyetek nyugodtan, egyétek meg nem tudom mennyire hűlt ki. De... Nem baj, úgy. Nincs vágon. Tök jó. Persze. Akkor nem annyira rossz. Nem annyira. Félve ránéztem a burgeresekre. Te, ez tök jó. Egyébként tényleg tök jó. Na. Köszi szépen nektek akkor! Köszönjük! 2 hét múlva jövünk, szevasztok! Oh, na, még élet!